Az imént látott műsor címe a Csodálatos Kegyelem nevet kapta. Mint láthattátok, a papírokon különböző élethelyzetek negatív irányból pozitívá váltak. Mi ma este azért vagyunk itt, hogy hirdessük nektek, az élet nem magától változik meg. Valaki megírta, megtervezte és meg is valósítja. Az ő neve a mindenható Isten. Az ő kezében vagyunk, ismer bennünket, és ismer téged is. Tud rólad mindent. Ha netán magadra ismertél, akkor ez az ige neked szól. Halleluja! Erőt ad a megfáradnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Zsoltárok 23. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködök, üres legelőkre, csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítsa, az igazság ösvényeit vezet engem az ő nevéért. Még ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod azok igaztalnak engem. Azt a terítesz nékem az én ellenségem előtt, elárasztott fejem olajjal, csordottig van poharam. Bizonyára jóságul és kegyelmet követnek engem életem minden napján, s az Úr házába lakozom hosszú ideig. Amen.